inkább a 18 évnél fiatalabbakat veszélyezteti a szegénység Szerbiában. Azok jogosulnak üzemanyag támogatásra, akiknek a gazdasága legfeljebb 20 hektár. A Kis Lajos Néprajzi Társaság egy sikeres évet tudhat maga mögött. A Topolcsánka megverte az éllovast és átvette a vezetést a tabellán. A hétvégén lehűlés jön. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök február 21-i híradónkat látják. Zorán Pasalic köztársasági ombudsman kijelentette, hogy az illetékes szervek legutóbbi adatai szerint Szerbiában mintegy 500 ezer polgár nem tudja kielégíteni az alapvető egzisztenciális szükségleteit, ismerteti a BETA. Február 20-a a Társadalmi Igazságosság Világnapja alkalmából az ombudsman elmondta, hogy a szerb kormány szociális felzárkóztatással és a szegénység csökkentésével foglalkozó csoportjának adatai szerint az abszolút szegénységi határérték havonta 12.045 dinár, viszont a szerbiai lakosság 7,2%-a ettől kevesebbet költ. Leginkább a 18 évnél fiatalabbakat veszélyezteti a szegénység, mert még mindig vannak olyan gyerekek, akik nincsenek benne az oktatási rendszerben, akik nehéz fizikai munkának vannak kitéve, vagy akik az utcán élnek, közölte Pasalic. A mezőgazdasági minisztérium a napokban tette közzé a dízel üzemanyag támogatására vonatkozó döntést, amelynek értelmében hektáronként 60 liter üzemanyag árából literenként 20 dinár térít vissza az állam. Azok jogosulnak a támogatásra, akiknek a gazdasága legfeljebb 20 hektár, közölte Vukradojevic tartományi mezőgazdasági titkár a Jó Napot Gazduram elnevezésű mezőgazdasági ismeretterjesztő rendezvény megnyitóján Újvidéken. A támogatásokat március 1-től a gazdaságok újrajegyeztetése után kezdik fizetni, mondta Nenad Katanić mezőgazdasági miniszter helyettes. Kiemelte, hogy a bejegyeztetést követően 2-3 napon belül a gazdák számlájára kerülhet a pénz. Hozzátette, tisztában vannak azzal, hogy nem nagy összegről van szó, de az illetékesek azon fáradoznak, hogy a gazdák minél közvetlenebb módon jussanak hozzá a támogatáshoz, ezért az üzemanyag támogatási összegét a hektáronkénti területalapú támogatással együtt fizetik ki a termelőknek. Tomik Nimród a Topolyai Gazdakör alelnöke számolt be a civil szervezet aktivitásairól. Az elmúlt években úgy szoktuk beállítani a gazdakörnek a gyűléseit, hogy minden hónap negyedik vasárnapján biztosan tartunk előadást, valamint a téli hónapokban, decemberben, januárban és februárban heti több alkalommal is akár össze tudunk gyűlni. Tudni kell, hogy ennek az apropója általában az, hogy kukorica magházak keresnek meg minket, és az utóbbi időben ez a divat, hogy összehívják a termelőket, és bemutatják az előző évi eredményeket, és az alapján tudunk mi magokat választani a tavasszal, és ezek a magok kerülnek majd vetésre. Hogyha már hagyományos disznótoron vagyunk, akkor beszéljünk egy kicsit a sertés áráról, hogyan alakul mostanában. Hát sajnálatos módon a január és a február, gyakorlatilag szinte április 1-ig nagyon gyenge szokott lenni a sertés felvásárlási ára. Így van ez most is, most nagyjából 120-125 dinár között van a hízó sertés élő súlyban felvásárlási ára, ami nagyon alacsonynak számít. Volt ettől már kevesebb is. A 2018-as évben azon a téren volt egy bizonyos, mondhatni, stabilitás, hogy 140 dinár alá nem süllyed, de 170 dinár fölé sem ment. Én remélem egyébként, hogy az idei évben már egy kicsit jobb árakkal is tudunk majd számolni. Általában augusztus-szeptemberben szokott kicsit följebb menni az ára, és reméljük, hogy az idei évben is úgy lesz, hiszen azokat, amit most úgymond elbukunk, összegeket, azt reméljük egyébként, hogy nyár folyamán meg tudjuk keresni, és éves szinten talán egy pozitív dolgot tudunk majd kihozni. Mi a helyzet a szántóföldeken? Van-e valami, ami már kell, illetve most elég sok csapadék esett az elmúlt hetekben, ez mit jelent a mezőgazdászok számára? Hát mi nagyon örülünk annak, hogy sok csapadék van, hiszen itt Topolya is környékhez viszonylag egy magasan fekvő rész, és itt mindig csapadék hiánnyal küszködünk. Az őszünk az nagyon száraz volt, és az a legjobban talán a repce sínylette meg, tehát azok, akik nem tudtak egy-két nap alatt
elmunkálni és elvetni, azoknak a repci viszonylag gyengék. Még egyelőre gyakorlatilag a határban sok munkánk nincs, a fejtárgyázásra készülődünk, az árpák is, a búzák is viszonylag gyengék, ezt szintén arra tudjuk visszavezetni, hogy nagyon kevés eső esett abban az időben. Később talán kicsit pótolódott a talajnak a víz összetétele, és hát reméljük egyébként azt, hogy jó tavaszunk lesz majd, és azt a hiányt, amit már teljesen nem fogunk tudni bepótolni, mégis talán egy közepes termésre tudunk majd számolni a nyáron. A Kis Lajos Néprajzi Társaság egy sikeres évet tudhat maga mögött. A támogatásoknak köszönhetően tudták megszervezni a fiatal néprajzkutatók táborát, melynek helyszíne a dél-bánáti Susara, illetve Székelykeve volt. Támogatást kaptak egy szakkönyv kiadására is. Sem magasság, sem mélység nem rettent, kulturális értékeink a Kárpát-medencében. 3 címmel jelent meg a tanulmánykötet. A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-ben szervezett emlékkonferencia előadásainak anyagából összeállítva. Az idén januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Kishegyesen ünnepi műsor keretében mutatták be dr. Szőke Anna néprajzkutató legújabb könyvét. A kiadvány címe Tarlóról fúj a szél, szintén a társaság kiadványa. Kezdjük azzal a beszélgetést, ugye nyilván sokan vannak, akik nem tudják, hogy valójában ki is volt az a Kis Lajos, akiről a Néprajzkutató Társulat kapta a nevét, és hogy röviden ecseteljük, hogy miért éppen az ő nevét vették fel. Mondhatnám úgy, hogy professzor, doktor Kis Lajos, fokozhatnám, tulajdonképpen egyike azon kevesek közül, aki a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt, zenekutató volt, népzenekutató, több mint 2000 magyar népdalt gyűjtött föl és lejegyezte. Zombori születésű volt, hozzátartozik még, hogy az édesanyja él Sopronban, Kis Mária, egy nagyon idős néni, 90 pár éves, és hát róla kapta a nevét, mert nagyon sokra vitte, mondom, ő az, aki eljutott a Magyar Tudományos Akadémiáig, és ott tagja volt az akadémiának. Tehát valójában népdal, gyűjtő, folklorista lejegyezte a népdalokat, és több mint 2000 dallam tartozik a nevéhez. Elnézést, ez mind megtalálható a Tudományos Akadémia tárában. Amikor annak idején az Egyesületben vette a nevét, akkor egyértelmű volt, tehát ő az, aki ezen a tájon, ezen a területen a legalaposabb, legkiterjedtebb kutatásokat végezte? 1997-ben alakul meg a Kis Lajos Néprajzi Társaság, akkor válik ki a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaságból, valójában akkor önállósul, létezni léteztek. Hát nagy nevek voltak akkor, Bosnyák István volt a főszerkesztője, illetve ennek a társaságnak a létrehozója, és most múlt időben mondom, hogy nagy nevek voltak, mert sokan meghaltak már azóta, tehát elmúlt 20 pár év, 30, mert 90-ben alakult meg, és ez nagyon egyértelmű volt, hogy olyan személyt választottak, aki hát kicsit nagy képűség, de a Tudományos Akadémiának a tagja volt. Így került rá sor. A Kis Lajos Néprajzi Társasághoz azóta ugye számos konferencia megszervezése, számos kiadvány és számos egyéb rendezvény megszervezése kapcsolódik, és azt hiszem, hogy most ismét egy sikeres évet tudhat maga mögött a társaság. Mit tudunk a tavalyi évből kiemelni? Hát talán a családkonferenciát, ami nagyon-nagyon szép volt, és itt Topolyán szerveztük meg. Hozzátenném, hogy Topolya egy nagyon szép közösség, nagyon jó itt dolgozni. Ez az én véleményem, tehát a topolyaiak majd megítélik. Nagyon sokan eljönnek a rendezvényeinkre. Azután hát volt a nyári táborunk, ez a Fiatal Néprajzkutatók tábora, szintén egy felejthetetlen élmény, ez egy hetes, 6 napos volt, és lent voltunk a Deliblátón, Susara Fehértelep a magyar neve,
Budapestről is jöttek, Pécsről is jöttek hallgatók. Mondjuk erről kevesen tudnak itt a köztudatban, de próbáljuk a fiatalokat bevonni, és úgy sikerül is ebbe. Hát azután elkezdtük az asztali áldáskutatást, amiről most már jelennek meg felhívások. Szeretnénk kiadni egy összefoglaló kötetet. A Vajdasági Magyar Néprajzi Atlasz foglalkozik a vajdasági magyar táplálkozással, de nem átfogóan, tehát nem került bele minden. Mi most szeretnénk külön egy kötetbe megjelentetni, ezzel kapcsolatban volt több összejövetelünk, mert át kell fogni egész Vajdaságot. És hát ezután volt a Kultúra Napi rendezvény is tavaly, azt úgy oldottuk meg, hogy nem csak a néprajz és hagyomány, kultúra és hagyomány, szóval ilyen kétértelműen kötöttük össze a dolgokat, hogy a kultúrához nem csak az irodalom és a művészetek egyéb ága tartozik, hanem a folklór is, éppen úgy, meg a tárgyi kultúra, hiszen abból alakult ki minden. Szombaton hirdették ki a Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ Bálint Napi Irodalmi és Képzőművészeti Pályázatának eredményeit. A község iskoláiból több mint 80 írás érkezett az irodalmi pályázatra, a képzőművészetire pedig több mint 140 munka. A képzőművészeti pályázaton a legszebb kollekció díját a Csáky Lajos Általános Iskola 4. osztályos tanulói kapták. A 3.-4. osztályosok csoportjában az első díjat Balogh Lara érdemelte ki, a Nikola Tesla Általános Iskolából. Az első és második osztályos tanulók közül első díjat kapott Fodor Nina Bácskosudvarról. Az irodalmi pályázaton az 5. és 6. osztályosok közül első díjas Major Dániel, a Nikola Tesla Általános Iskola tanulója lett. A 7. és 8. osztályosok közül első díjat Sebők Virág és Sebők Vivien nyertek Bácskosudvarról. Vers kategóriában első díjat kapott Ivanics Réka, valamint Cservenák Csenge, a Topolyai Nikola Tesla Általános Iskolából. A középiskolások közül első díjas lett Németh Viktor, a mezőgazdasági középiskola tanulója, és Francia Flávia, az Aurora beszédművészeti és irodalmi műhely tagja. A középiskolások közül a legjobb verset Dudás Kata, a Doszitej Obradovics gimnázium tanulója írta. Minden résztvevő emléklapot kapott, és a díjazottak könyvjutalomban részesültek. Az első helyezettek felolvasták írásaikat, valamint a Zentai Mécsvirág együttes szerelmes dalokból, versekből összeállított műsorát tekinthették meg a díjkiosztó résztvevői. Március 6-án szerdán 19 órakor Pannon Mediterrán tambura estet tartanak a Topolyai Színház teremben. Szerbia ismert és elismert zenei virtuózai, szerbiai művészeti akadémiák tanárai, a Belgrádi Filharmónia tagjai dr. Jubinka Lazić vezetésével játszanak. A belépőjegy ára 300 dinár, 10 fő feletti csoportos foglalás esetén 200 dinár személyenként. Helyeket foglalni a Művelődési Ház irodájában személyesen, vagy a 024-713-515-ös telefonszámon lehet, illetve további tájékoztatást is ezeken az elérhetőségeken kaphatnak. Topolya Község Művelődési Házának Mosolycsaló gyermekcsoportja február 27-én szerdán mutatja be Deme Nésics Kontakt című új darabját Nésics Máté rendezésében. Az előadásra 17 órától kerül sor Topolyán a színház teremben. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Topolyai Téli Esték elnevezésű rendezvénysorozat keretében március 26-áig minden kedden különböző előadásokkal készülnek a szervezők, Topolya Község Művelődési Háza és az Arkusz Környezetvédő Egyesület. A következő előadást február 26-án kedden 18 órától Szekeres Ottó tartja, Téli Madáretetés Madár Vendégeink címmel. Az áramelosztó topolyai részlegének értesítése szerint a hálózaton végzendő munkálatok miatt
február 23-án szombaton 9.30-tól 13.30-ig áramszünet várható Kishegyesen, a Szent Andrási úton, a Szivárvány, a Kodály Zoltán utcában és a Május 1-e utca egy részén. Február 23-án szombaton 18 órától tartják a 26. sportbált Bajsán, mely Batyu Bál is egyben. A bajsai tűzoltó otthon nagy termében a Melodyton együttes muzsikál majd, de játékkal és tombolával is készülnek a szervezők. A 26. sportbálat szervezzük, mégpedig Batyu Bállal Bajsán a tűzoltó otthon nagy termében. Abban az esetben, ha többen jelentkeznek, valószínű, hogy akkor átmegyünk a bajsai elemiskola torna termében. A bál február 23-án 18 órakor lesz megnyitva, mégpedig játszik a Melódi Melodyton együttes, Topolyai együttes, a műsoron pedig játék a közönséggel és tombola lesz. A belépő díj 500 dinár, és aki 20-áig lehet venni a jegyeket, de utána, aki 20-áig megveszi, annak, aznak meglepetés is járul, tehát valami olyan kap, amit most előre nem mondunk el. A játék a közönséggel az a műsor lesz, hogy a tánc szüneteiben nőknek kaporarúgó, férfiaknak kaporarúgó verseny, és különböző ilyen érdekes játékok, szórakoztató műsor fog lenni. Tehát, amint mondtam, jegyelővétel 20-áig, mégpedig nálam lehet jelentkezni, én Kirs Miklós vagyok, mégpedig a 060-721-0049-es telefonszámon tudnak érdeklődni bővebben a bálról és a rendezésről. A Topolcsánka kosaras lányai a Liga 14. bajnoki fordulójában 65-61 arányban nyerni tudtak a tabella éllovasa, a Sztárápázova együttese ellen. A rájátszás kezdete előtt csapatunk átvette a vezetést az első szerb női kosárlabda liga északi csoportjának táblázatán. Pénteken egy hideg front mögött erős, viharos északias szélre számíthatunk, többfelé esővel, záporokkal. Helyenként kis eséllyel az ég is megdörrenhet. Délután már sokfelé szakadozottabb lesz a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 10 fok körül alakul. Szombaton sok napsütésre, kevés felhőre, csapadékmentes, de még szeles időre számíthatunk. A fagyos reggelt követően napközben csak fagypont körüli maximumokat mérhetünk. Vasárnap már több felhő lesz felettünk, havas eső sem kizárt. A fagyos reggel után napközben 4 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra!